Üdvözletem! Az a fajta Pali vagyok, akinek a hajszín mindegy, mégis vallom, hogy a legszebb nők szőkék. Hogy miért bukok rájuk jobban, nem tudom elmondani, mint hogy azt sem, hogy miért vetem rá magam majdnem mindenre, ami zombis. Valamilyen megmagyarázhatatlan okból imádom az élőholtakat, és szerencsémre a legtöbb fejlesztő osztozik rajongásomban, hiszen a játékvilág nyakon van öntve az agyevőkkel. Na, hogy ezt nem bánom, mert legalább mindig találok valami érdekeset. Most éppen a Death Triggert, mely iOS és Android rendszereken hódít, és a maga 220 forint körüli árával már-már pofátlanul olcsó. A program történetét nem kívánom túlságosan részletezni. Elszabadul egy vírus, mely sokakat megfertőz, a maradéknak pedig hörgő-börgőjék miatt elég savanyú az élete. A sztoritól nem is vártam többet, szerencsére a lövöldözés szórakoztató, sőt, ha egy-két apróság felett szemet hunyunk, egy igazán élvezetes programhoz lehet szerencsénk. A játék egy agymunkát nem igénylő FPS, melyben csak a ravaszt kell nyomkodnunk, a formula viszont egyszerűsége ellenére egészen jól működne, ha a készítők kicsit többet figyeltek volna a körítésre. A Death Trigger legnagyobb hibája a változatosság hiányában keresendő. Az ízléses menüben mindössze 4 féle típusú küldetéssel találkoztam. Maradjunk talpon X ideig, öljünk meg Y zombit, menjünk el egy dobozért, majd vigyük azt vissza a kiinduló pontra, illetve védjünk meg bizonyos pontokat a rájuk rontó élőholtaktól. A játékmenetet a feladatok hossza menti meg, azok időtartama ugyanis csak ritkán lépi át az 5 percet, ez a felépítés pedig jó hatással van a közérzetre. Mire megunnánk a szakaszt és az érthetetlen okból világító szemű egykori fele barátaink ritkítását, már fel is villan a Mission Success felirat. A küldetések megoldásáért tapasztalati pontok, pénz, esetleg valami extra jutalom üti a markunkat. A fejlődési rendszernek a fegyverek feloldásában van szerepe, a zsetonból pedig erősebb mordájukat, kötszert és egyéb jóságokat vehetünk. Amennyiben a gyűjtögetés és a spórolás helyett rögtön első számú pusztítóvá szeretnénk előlépni, úgy a bankkártyánk rovására is vásárolhatunk. Ez az opció önmagában nem vészes, hiszen nagy divatja van az in-game dolgok pénzért történő értékesítésének, de költekezés hiányában maga a játékélmény is kicsit haloványabb. Fizetni nem muszáj, mert rengeteg misszió van, és a fejlesztők által ígért 40 órás játékidőt nem tartom túlzásnak, de ennek a feléig sem jutunk majd el, ha már az elején ráununk a pisztolyos bohóckodásra. Az irányítás kényelmes, azt viszont picit sajnálom, hogy a program nem támogatja a giroszkópot, ez tovább finomíthatná a vezérlést, vagy esetleg kibővíthetni azt további ötletekkel. A grafika viszont eszméletlen, szerintem mind az iOS, mind az Android rendszert használó készülékek egyik legszebb szoftverével van dolgunk. A látvány tévére kitéve is megállja a helyét, találkoztam én már csúnyább 10.000 forint körüli árcédulájú dobozos játékkal is. Kicsit talán savanyúra sikerült a teszt, pedig a Death Trigger egy kellemes játék, szeretem és úgy gondolom, hogy ilyen áron jelenleg nincs nála jobb FPS a mobilos piacon. Ha buszra várva vagy valahol sorban állva nem a környéken sétáló hölgyeket akarjuk mustrálni, úgy pár perc és egy-két küldetés erejéig a játék kiváló szórakozást nyújthat. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!